Titokban felvette Émile Palladé Nobel-díjas román származású amerikai tudós nevét a Marosvásárhelyi Orvosi Gyógyszerészeti Tudomány és Technológiai Egyetem. Ezt Leonard Ezenfirey rektor jelentette be az intézetben zajló nemzetközi tudományos konferencia megnyitóján, jelezve, hogy már 3 napja hivatalosan az Émile Palladé nevet viseli az egyetem. Talán nem véletlen, hogy titokban tartották a dolgot, hiszen az eset azért aggályos, mivel a törvény szerint multikulturális tanintézet rendszeresen figyelmen kívül hagyja a magyar vonal oktatóinak álláspontját. Noha a törvény kötelezni erre, az egyetem, miközben az ősszel angol kart létesített, több éve nem hajlandó létrehozni a magyar kart. Most pedig figyelmen kívül hagyta a magyar oktatók véleményét, akik azt szerették volna, hogy a multikulturalizmus jegyében és a kolozsvári Bábes-Bolyai Tudományegyetem mintájára 2 román-magyar nevet választanak az egyetemnek.